a magyar gasztronómia, a magyar kultúra egyik kiemelkedő eleme. Változatos, kreatív ételféleségekkel, egyedi és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. Konyhakultúránk több mint 1000 éves történelmi fejlődés eredménye, amely Magyarország jó természeti adottságain, valamint az évszázados tradicionális állattartás, növénytermesztés és a manufakturális élelmiszerelőállítás örökségén alapul. Hát én azt gondolom, hogy a gasztronómia az önmagába, vagy a gasztronómia változás önmagába nehezen értelmezhető, ezt mindig érdemes egy adott régió, vagy egy adott kultúrának az egyéb társadalmi változásaival is együtt értékelni. Hát Magyarországról azt elmondhatjuk, hogy 19. század második felében, inkább azt mondanám, hogy én 1880 és mondjuk az első világháború között a világ egyik legfejlettebb régiója volt. Olyan fejlődések és olyan ütemű változások voltak, amik nyilván egyébként a gasztronómiára is hatással voltak, de például gasztronómiában rengeteg, gasztronómia terén rengeteg nyomtatott szakácskönyvek, tudományos anyagok is ebből a korból maradtak ránk. A hosszú Habsburg uralom, illetve a 18-19. Századi magyar nemesség körében egyre gyakoribbá váló utazások hatására francia és angol ételek kerültek át a magyar gasztronómiába. Az egész korszakot a konyhakultúrák keveredése jellemezte, és éppen ennek táptalaján fejlődött az a nemzeti büszkeség, amely segítette az egyedi vonások felerősödését. A II. Világháború idején, illetve az azt követő élelmiszerhiány miatt az étkezési szokások korábbi rendszere összeomlott. A magyar gasztronómiának egy sötét foltja, az ugye nyilván a II. Világháborút követő 45 év, és ezért mondtam, hogy ez sajnos a társadalmi változásokkal is egybefügg. Ez nem csak a gasztronómiára, hanem az egész magyar kultúrára sajnos egy nagyon rossz hatással volt. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltást követő 10-15 év az inkább arról szólt, hogy magunkhoz térjünk egy kicsit, és én azt gondolom, hogy a 2000-es évek első felétől érezhető egy olyan változás, és itt megint csak azt tudom mondani, hogy nem csak gasztronómia terén, hanem az egész társadalom terén, és az egész kultúra terén, ami szükség volt ahhoz, hogy itt gasztronómiai téren is egy igen erős változás induljon el. Az elmúlt évtizedekben látványos fejlődésen ment keresztül, a gazdasági jelentősége is folyamatosan nő. A vendéglátás a turizmussal szoros kapcsolatban áll, a turisztikai kínálat nélkülözhetetlen része. A magyar konyha, illetve a magyar konyhának bizonyos szereplői, azok az elmúlt években fölkerültek a nemzetközi térképre. Most egy csak arra gondolunk, hogy a Szél Tamás nevét szerintem mindenki ismeri. Azért az elmúlt években a Bocuse d'Or világversenyen olyan eredményeket ért el, illetve hát nem csak ő, hanem most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy futószalagon szállítja az ország ezeket az eredményeket, hogy felfigyeltek ránk. Itt én azt gondolom, hogy megvan kormányzat teréről is az a támogató környezet, hogy az európai verseny itt volt. Ez a kapcsolat a turizmus társadalmi jelenséggé válásával összhangban az elmúlt 50 év alatt erősödött fel. Feloszlottak a vendéglátó birodalmak, és általánosan is kezdetét vette a magyar gasztronómia megújulása. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon nagy lemaradásunk van még világszinten, és ahol nagyon sok munka van, az, hogy szélesebb rétegben egy magas minőségű konyha legyen elérhető. Ez igaz, mind az éttermek
vonatkozásában, mint pedig egyébként a magánemberek, tehát az otthoni főzés vonatkozásában is. Szerintem ebben van a következő nagyon fontos fejlődési pont. Ebben is szerintem nagyon jó irányba halad az ország, de hát nyilván most, hogy összehasonlítjuk magunkat nyugat-európai országokkal, akkor sajnos itt is meglátszik az említett 45 évnyi hátrányunk. Gasztronómia kulturális kifejezés, amely összekapcsolódik a természettel és a világ kulturális sokszínűségével. Szerintem amit az elmúlt 10-15 évben, és már inkább lassan 20 évben ilyen gasztronómiai forradalom alatt értünk, az gyakorlatilag egy olyan folyamat, hogy kinyílt a világ az emberek előtt. A világ fejlődésével együtt rengeteg inger ér minket, rengeteg dolgot tapasztalunk meg a világból, ugye rengeteget utazunk is a világban, felfedezünk dolgokat, és ezt a változatosságot szeretnénk aztán nyilván itthon is érzékelni, amikor egy étterembe bemegyünk. Én azt gondolom, hogy ennek a fejlődésnek is van egy olyan, hogy mondjam, időrendisége, vagy van egy ilyen folyamata. Ugye ez nyilván először azért Budapesten tud megjelenni, vagy Budapesten ez sokkal látványosabb, ahol rengeteg külföldi turista van, alapvetően nyilván ott a nagyszámok törvénye alapján sokkal könnyebb változatos, illetve különleges konyhákat bemutatni. Fontos megemlíteni, hogy egy országban a csúcsgasztronómia fontos részét adja a kulturális értékeknek, mindezt ötvözve az új technológiák alkalmazásával és a változatos alapanyagok használatával. Mindez a színvonal emelkedését eredményezi, illetve az ágazat egészének fejlődését, ám ahogy a szakértő említi, itt is fontos a fokozatosság elve. Megvan az a réteg, aki tényleg mondhatjuk, hogy nyitott és abszolút kísérletező. De amint említettem, azért ezt nagyon szépen lépésről lépésre kell megtennünk egy ilyen gasztronómiai változásnak a folyamatát, mert nem tudunk attól elszakadni, hogy vannak azért azok az ételek, amik a comfort food kategóriába tartoznak. Lehet változtatni, de ezt szerintem finoman kell tenni. Olyan vélemények is megfogalmazódnak, melyek szerint hazánknak valahol a vezető gasztronómiai nagyhatalmak között a helye, hiszen a magyar konyha évszázados hagyományai simán felveszik a versenyt a francia, az olasz vagy épp a spanyol konyha egyediségével és a nagyszerűségével.